A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Sok szeretettel köszöntöm a kezdőkör nézőit és hallgatóit, megint eltelt egy hét, nem volt éppen eseménytelen, és talán most már nyugodtan mondhatjuk, hogy itt az utóbbi hetekben két sikercsapatunk biztosan van a fehérváriak közül a különböző bajnokságokban, úgyhogy ezekről egészen biztos, hogy beszélni fogunk a mai adásban, mégpedig vendégeinkkel tisztelettel köszöntöm Beke Zsombort, a Fehér megyei Hírlap és Feol sportújságíróját, itt van velünk Farkas Szilárd kollégánk a Fehérvár Média Centrumból és Mátai Balázs kollégánk részben szintén a Fehérvár Média Centrumból és a Média 24-től. Szóval akár pénzfeldobással is eldönthetnénk, hogy a focit vagy a hokit vegyük előre, amelyek mostanában tényleg gyakorlatilag csak örömet okoznak a szurkolóknak, még akkor is, amikor egyébként nem könnyű a helyzet. Azt mondom, hogy kezdjük azért a focival, mert ott ugye egy kicsit fel tudjuk venni a fonalat, amit a múlt héten elejtettünk, bár tulajdonképpen sok újdonság nem történt. Egy kicsit, mintha most az igazolódna, hogy az a flow, az a szakmailag megfelelő tempó, ritmus és eredményekben is jó sorozat, amiben belekerült a Fehérvár FC, vagy hát mindannyiunk számára a Vidi, az most már olyan dolgokkal járna, amik klasszikusan akkor szoktak megtörténni, amikor tényleg egy csapatnak nagyon megy. Most volt egy olyan bajnoki mérkőzés, amelynek hát nem tudom, ilyen 80 percén keresztül szerintem úgy voltunk bele, hogy egyrészt nézni nem olyan jó, másrészt egyefene legyen egy döntetlen végül is idegenben. Ez a csapat eddig még ezt is ritkán ért el. De most ezt a meccset is sikerült megnyerni, ami tényleg, mondom még egyszer, tipikusan akkor szokott megtörténni, mikor egy csapatnak úgy minden összejön. Ugye Mezőköves Dennyelt végül is két ilyen hosszabbításban szerzett góllal a Fehérvár. Korábban még az is megtörtént, hogy a VAR nem velünk volt, nem is egyszer, most még ez is megfordult, hiszen egy kezezést ugye ilyen videózás után ítéltek meg a Vidi javára. Volt ott némi hiszti, de végül is ezt értékesítette Kodró, és aztán még jött egy gól a ráadás ráadásában. Nem tudom, hogy valójában vannak-e ilyen törvényszerűségek, a sportban úgy tűnik, hogy igen egyébként, hogy amikor egy nagyon megy egy csapatnak, akkor tényleg minden összejön, de hát tudunk említeni példát nagyobb bajnokságokból is, majd itt talán szóba is kerül akár a hétvége kapcsán. Minden esetre most úgy tűnik, hogy ez a Fehérvár, ez tényleg belekerült abba a szériába, amikor minden sikerül. Bizony. Van végre egy olyan Vidink, amelyik rosszul játszva is tud győzni. Ezt azért régen mondhattuk el erről a csapatról. A második felét legalábbis. Legalábbis, igen. Ez az utolsó 10 perc, a hosszabbítás ugye 9 voltokkal vonóval, az teljesen rendben volt. Az előtte lévő majdnem 90, az nem egészen. Tehát kaptunk egy olyan meccset, ami kb. A Debrecenit kopírozta le egyébként, ahol 3-1-re kikapott a Vidi. Itt is, ha 1-3 oda, vagy 0-2 oda, akkor semmit sem szólhattunk volna. De igen, jó flowban van a csapat, jól húzzák a szekeret a fiúk, vagy a szerencse, és most a VAR 2 is velünk volt, nem ellenünk. Ugye legutóbb a... VAR 1 és VAR 2. Igen. Nagyon kívánták a halálát sokan. Fiola kiállítása volt, ugye, amit az ő számlájára írtak valami. Igen, meg varozgatott itt ellenünk, és itt meg ellenünk fújta be 11-est, ugye emlékszem. Volt már több ilyen eset, ugye. VAR 2-vel, ugye, mert így szokták a szurkolók erőszeretettel szólítani, tehát most nem lehetett rászólni semmit. Egyébként teljesen jogosan adta meg a büntetőt, nem is értem, hogy miért kellett 2,5 percig varozgatni, hiszen látszott egyértelműen a visszajátszásokból is, hogy a könyökével tolta odébb a srác egy kicsit a labdát, hát rá lehetett volna fogni nagy jó indulattal a vállát is, de hát azért na, kereste a kéz a labdát, maradjunk ennyi. Amióta van VAR, azóta játékvezetők, én nem tudom, egyszer majd elbeszélgetünk egyszer egy játékvezető, hogy áldás vagy átok, hogy a felelősség teljes letolása, vagy éppen ellenkezőleg még egy kis súly a bírókon, de lassan az az érzés, hogy tényleg valaki mondjuk kibelezni az ellenfelét, azt is sok kamerából visszanézdék, hogy biztosan úgy történt-e. Az más kérdés, hogy pont a kezezések megítélését látjuk, hogy teljesen homlok egyenes különböző, abszolút, varozás után is,
hiszen van olyan szabály elvileg, hogy ugye testről felpattanó labdánál nem számít kezezésnek, ehhez képest a Newcastle ellen ugye így ítéltek 11-est Párizsban, aztán a bajnoki fordulóban a Premier League-ben talán épp hogy nem, egy teljesen hasonló eset után, tehát hogy még a VAR-nál is rá van bízva sokszor a játékvezetőre. És ezzel ne felejtsük azt a pillanatot, amikor a Honvéd ellen játszó Puskás az a legutolsó fordulóban, ami tulajdonképpen a Vidi bennmaradt egy ugyanilyen szituáció, de nem kapta meg a Honvéd a 11-est, amikor a Szolnoki csinált így hasonló mozdulatot a vállával állítólag. Tehát igen, van mérlegelési szabadsága játékvezetőnél, és ez általában... Ilyenekre már nem is emlékszünk, hogy ilyesési meg végső pillanat, izgalom. Hát a dobogó van a csapat. Azért 11-esre visszatérve egy pillanatra, hogy úgy beremegtem, amikor láttam, hogy a Kodro áll oda, mert előtte ugye volt az a nagy zicsere, megtolta a labdát, gyönyörűen tisztára játszotta magát, és kirúgta a stadionban a labdát. A legutóbbi idény hajrájában pedig ugye a Mezőkövest ellen rúgta ki 11-esből, szintén majdnem a stadionban a labdát, odaáll most és megint meg akarja emelni, kész, mi lesz ebből, és szépen higgadtam. Hát ez a különbség, betette az akkori, meg a mostani Kodró, meg az akkori és a mostani Vidi között. Nyilván külön téma, hogy elképesztő mennyiségű gólt lő a hosszabbításban is a mérkőzések utolsó 10 percében, negyed órájában a Fehérvár, ezzel most már mindenhol foglalkoznak amúgy, hiszen azt hiszem, hogy csak a 90. perc után van valami 7 gólja a Vidinek, ami egészen egyedülálló a magyar mezőnyben, senkinek nincs, de az utolsó negyed órát tekintve is valami, nem is tudom, 14 vagy 17 gól, igen, ami az össztermésnek is egy jelentős része, de ennek azt hiszem azért van köze ahhoz, hogy Zselák erőlétileg erősen rendbe tette ezt a csapatot. Meg ott van a Castrati, aki mindig be tud jönni az utolsó 20 percre frissen, gyorsan. Igen. Egyébként nem utolsó gondolat ez. Kollégák, parancsoljatok, ne hagyjuk. Monologba forduljunk az Oliban. Castratinál tényleg ez a tipikus, még régen a Nikolic volt ilyen nyerő ember, hogy beküldték az utolsó 20-25 percre, mindig rugott egy gólt. Lassan a Castrati is ilyen nagyon, nagyon fura a Vidi, mert hogy pont ugye említettétek ezt a flow-t, amiben most van a csapat, és azért valljuk be, volt az elmúlt 2-3 évben ennél jóval erősebb kerete a csapatnak, és mégis ugye abban egy negatív flow-ba volt, soha nem úgy jött ki a lépés, a szerencse, a VAR, a büntetők, a meccses szituk, hogy nekünk legyen jó. Most pedig azért küzd a csapat, nem mindig játszik azért jól, és mégis most jönnek az eredmények, jó csapatok ismérve, hogy rosszul játszva is ugye nyernek, dobogón a csapat, 3 pontra a Fraditól, szerintem ezt mondjuk augusztus végén nagyon, nagyon kevesen gondoltuk volna. Hát ugye, hogy milyen flowban van a csapat, éppen megnéztem itt a statisztikát abból a szempontból, hogy mindig azt mondom, hogy nézzünk meg 5 meccset az edzővel, aztán nézzünk meg 10 meccset az edzővel, aztán majd vonjunk konzekvenciát, hogy mégis hogy áll a csapat, hogy áll az edző, mit mutat a kezemunkája. És az SMTK elleni kupamérkőzés, kupa kiesés volt, azt hiszem, hogy a vízválasztó, hiszen a bajnokság elejétől az SMTK mérkőzés is beleszámítva, ha jól írtam fel magamnak, akkor 1 győzelem, 1 döntetlen, 4 vereség. Majd utána 10 mérkőzés következett, és 7 győzelem, 2 döntetlen, 1 vereség. Az utolsó 5 mérkőzésen nem talált legyőzőre a Vidi, és ez alapján egyébként vezetjük is a tabellát. Most ugye a 3. helyen vagyunk, tehát most még azért nem kell elkiabálni, mert ugye ez a bizonyos görbe, hullámhegyek, hullámvölgyek, vagy ez a szívritmus zavar nélküli egyenes következik, most ezt ugye nem tudjuk, hát nyilván most hullámvölgyben vagyunk, de jó erősen, és ezt kéne most megtartani. Hegyen vagyunk, ezt kellene most megtartani. Következik ugye utolsó fordulóba a Paks elleni mérkőzés, ahol, mint ahogy szoktam mondani, ugye ki lehet kapni a jobb csapattól, hiszen most jelenleg a Paksa a jobb csapat, nem hiába vezetik ugye a bajnokságot, de hogyha azt a mérkőzés is behúzza a Vidi, akkor hátra lehet dőlni az ajándékbontáshoz, illetve ez volt az ajándék ebbe a fél évbe. Hát, hogyha Horog Laci kollégánk ráért volna, ma itt lenne, és akkor a Paksról részletesen beszélgetek, hiszen nincs a hazában újságíró, aki jobban képben van a Paksról, mint Laci, aki állandóan oda jár meccsre. De megér egyébként persze egy-két szót így is Bognár György csapata, de maradjunk még egy kicsit a Vidinél, mert amikor arról beszélünk, hogy Castrati ilyen halálos fegyverként ráküldhető egy fáradt ellenfélre, ez nyilvánvalóan teljesen tudatosan használt taktikai fegyverek Zselák részéről, és amikor ezzel összefüggésben azt mondjuk, hogy hány gólt szerez és hány meccset meg pontot nyer meg az utolsó negyed órában, vagy akár a hosszabbításban a Vidi, mondom még egyszer, hogy minthogyha erőlétileg magasan, vagy nem is magasan, de azért az ellenfelek fölött lenne. Hiszen
A mezőkövesd is valóban egyébként már két Fradi elleni meccsel a lábában, nehéz talajon, tehát nehéz körülmények közepette, erősen dominált egy olyan 70 percig, és tényleg ott kellett a szerencse is, hogy ne kapjunk gólt. De nyilvánvaló, hogy ebben azért elfárad egy csapat, és akkor, ha egy ellenfél jobb erőben van, és van olyan játékosa, aki ki tudja használni a fáradó védelemnek a hibáit, azért sokkal valószínűbben tudja megnyerni a meccset. Tehát itt úgy látom, hogy ez most már abszolút tudatosan van használva. Abszolút így van. De Kastrati tényleg csúcsfegyver lett, és rájött Zserek arra, hogy nem kezdőként kell játszatni, mert akkor mindig le kell cserélni egy lassabb játékosra. Igen, és nem jobb hátvédben egyértelmű, és ezt nagyon tudatosan, nagyon jól csináljuk is. Az mondjuk aggasztó, hogy ha Karamoko beáll, aki egyébként szinte jó formában lendült, és egész szép dolgokat csinál, és minden második, harmadik meccsen meghúzódik. Mert ez már a második eset itt 5-6 meccsen belül. Tehát amikor már tényleg felpörögne a srác, és tudná azt nyújtani, amit szeretnének a szurkolók folyamatosan látni tőle, akkor mind megsérül. Úgyhogy reméljük, hogy ez nem lesz a szezon végéig így. De lehet pont ez is mutatja, hogy milyen jó edzés munka folyik a csapatnál, mert hogy ugye talán a Dániából jött a Karamoko, és ugye a kispadra szorult, hogy Ausztriában, tehát ott nem játszott sokat. És tényleg azért az látszik, hogy két-három meccsenként kicsit megsérül, kicsit izomhúzódás, hogy nem feltétlenül van hozzászokva egy ilyen terheléshez, és pedig nem is kezdőként játszik. Tehát ez lehet, hogy nála tényleg ez tavaszra ér be, amikor télen fel tudja építeni Zserák és a stáb is. Hát ne feltételezzük, hogy nem melegít rendesen, mert egyébként ezekben a hideg időkben azért az is nagyon fontos, hogy mikor beszáll valaki menet közben. Annyi még, hogy azért is lenne jó ugye a Paks meccset is megnyerni, mert ugye aztán a következő adásokban még beszélhetünk róla nyilván, de egy kicsit előre szaladunk, és tényleg a Vidi megnyeri a Paks elleni mérkőzést is, ami egyébként azért is fontos lenne, mert hogyha meg kikapunk, akkor szép ez a harmadik hely, de akkor visszacsúszhatunk 5.-6.-ra is akár. Szóval azért kellene nyerni, mert újra, tehát ha a csapatmunkát megnézzük, az eredményeket megnézzük, akkor újra húzó névnek számít a Vidi a magyar bajnokságban. Nyilván felröppentek már a pletykák, hogy kiket akarna megkeresni, vagy megszerezni a csapat, úgyhogy nagyon fontos lenne tényleg szépen zárni az évet ezért is. Nehéz, és nem látunk bele a klub működésébe, bár van akinek olykor vannak ilyen olyan belső vagy bizalmas információi, nem tudom, hogy Balázs mostában beszélgetette valami nagy emberrel, de a lényeg az, hogy ugye nincs hivatalosan sportigazgatója a klubnak még, meg nem hivatalosan sem, amennyire tudjuk, és ez azt feltételezi, hogy például amikor a folytatásról és a keret változásairól van szó, jön a téli szünet, ilyenkor azért erősíteni szokás, akkor valószínűleg a szakmai stábnak és Gráláknak van most döntő szava. Az elmúlt hónapok azt mutatják, hogy ez nem feltétlenül rossz, hiszen bár korábban igazolt játékosok álltak be a rendszerbe és váltak erősségé, ami egyrészt dicsérheti a korábbi sportigazgatót akár, de azt gondolom mégiscsak az edzőnek van a legtöbb köze ahhoz, hogy ez a csapat most olyan, amilyen. Hogyha ő dönthet akár scoutokkal, tehát játékos megfigyelőkkel együtt arról, hogy a szóba jöhető erősítések közül ki az, aki valóban segítheti a Vidit, akkor ez akár egy egységes szakmai vonal tovább vitelét is jelentheti. Nem tudom, miről van szó valójában, pletykákat, neveket, ilyen-olyanokat olvasni, ugye válogatott játékosokat is akár. Amit Szilárd mond, annak is van jelentőség, hogy akár vonzó is lehet a Vidi megint. Tudjuk, hogy a magyar körülményeket figyelembe véve amúgy sem egy rossz állomáshely Fehérvár. Szóval nem tudom, hogy mit remélhetünk. Én azt gondolom, hogy azzal együtt, hogy tényleg most megy a csapat, azért a keret bővítése, mélyítése az mindenképpen szükséges. Abszolút szükséges. Egyelőre az van, hogy az ügyvezető ír alá, a szakmai stáb pedig javasol szakmai döntéseket, így a játékos igazolás sok tekintetében is egyelőre az van, vagy az lesz, amit Zselákék kérnek. Mondjuk, ha Bambokból indulok ki, aki az első javaslata volt, akkor annyira azért nem vagyok felhőtlenül derülátó, de ha azt nézzük, hogy az egész tevékenysége Zseláknak honnan indult és hova ért oda jelen pillanatban, akkor azért bizakodhatunk, hogy játékosok igazolása tekintetében is lesz minőség. Egyértelmű, hogy Kalmár Zsolt pozíciójára kell játékost, vagy kellene igazolni egy hasonló stílusú kaliberű játékost, ami nagyon nem nehéz, vagy nagyon nem könnyű, mert hát azért ő egy
tényleg a pályán jól látó, rendkívül a rugó technikával rendelkező játékos. Hát jó lenne, játékos, ha meggyógyulna. De hát üveg lába van, ugye tudjuk, de nála is. Tehát most éppen a húzódás, vagy nem is tudom mi az hivatalosan, mert ugye ezt sem közölték, csak azt, hogy hosszadalmasabb lesz a felépülés. Karamoko általában ez 2 hét alatt kiszokta ezeket a húzódásokat. Talán le is érjük 2 hét múlva. Aztán ki tudja, szóval én Kalmár posztjára gondolnám, hogy ott azért meg kell oldani hosszú távon, mert ugye Christensen jól játszik mostanában, de azért ő mégsem az pontosan azt a posztot játsza, amit a KZ. És nyilván támadó poszton is kellene még egy-két ilyen titkos fegyver, mint Castrati, mert nyilván lesznek majd sérülések, center továbbra is, oké, ott a Szabó Levi, néha most már ő is jól bevethető, bár pont ezen a mezőkövesdi meccsen is gondolkodtam, hogy volt szituáció, amikor visszafele ballagott, és már vártam, mikor cserélik le, mert látszott, hogy valahogy most nála nem nagyon működik ez a visszajövök és segítek a védekezésben, tehát hogy kocogott, meg ballagott vissza, mondjuk Kodró is a ballagós formáját hozta sokáig, de azt gondolom, hogy a győzelmeket nem kell magyarázni, és végre van tényleg egy olyan vidink, amely képes úgy is nyerni, hogy nem játszik jól, és nem lehet azt mondani a csapat, hogy jó, kimozdul a sorstorról, és össze-vissza verik. És akkor... most legutóbb a Fradi és Mezőköves 2 idegenben is 2 győzelem, aminek azért van nagy jelentősége, mert ugye most a bajnokság második szakaszában 3 meccsel több lesz idegenben. Hát reméljük, hogy ott majd hasonlóan jól sikerülnek ezek a mérkőzések, de még hátra van egy, és akkor beszéljünk egy kicsit arról, hogy miben reménykedtek a Paks ellen. A Paks nyugodtan mondhatjuk, hogy az idei szezon kecskemétje, ugye mindig van egy csapat, amelyik várakozás fölött szerepel, és akár még a legnagyobbakat is megcibálja. Hát ez most olyannyira megtörtént, hogy ugye épp a Fradit verték azok után, hogy ősszel 6-ot kaptak az Üllői úton, tehát nem lehet azt mondani, hogy a Paksban nagyon benne maradt volna az a pofon. És ez a győzelem most, hogy megverték a Ferencvárost, ez most már azt jelenti, hogy az első helyen fognak telelni, amire nagyon régen volt példa, hogy ugye nem az Európa Kupa egy résztvevő Ferencváros vezeti a magyar bajnokságot. Úgyhogy ez egy kőkemény erőfelmérő lesz szerintem a Paks ellen. Nem tudom, hogy mire számítsunk, mert én azt gondolom, hogy ha van csapat, amelyik tényleg bárki ellen most jelen pillanatban ebben a saját formájában, játékában, kiérlelt stílusában győzni tud itt Magyarországon, az a Paks. Nagyon rémiszt, vagy nem is rémisztő szót használ, nagyon meglepő az, hogy a Paks, úgyhogy egyenlő meccsszámmal áll, azt hiszem, a Fradival. Most már igen. Most és már úgy telel már biztosan egy fordulóval a téli zárás előtt télen, hogy első marad, és tényleg ez valami nagyon kis meseszerű történet, úgyhogy pont a Bognár György mondta, hogy fogalmazott, hogy leselejtezett magyar játékosokkal, vagy. És ez amúgy tényleg, ha így belegondolunk, valamennyire helytálló, mert ugye a Paksra megy általában az a magyar játékos, aki a klubjában nem kap nagyon játékpercet, vagy nem kell, de a Paks nyújt neki egy mentővet, és általában ott meg így élnek a lehetőséggel. Hát ugye az a különbség például a kosárlabdához képest, ahol szintén van egy klub, amely összeszedi a magyar játékosokat, hogy a Falko, a Szombathely az a legjobb magyar játékosokat szedi össze, akikből van kb. 5 darab a magyar kosárlabdában, a labdarúgóból azért még szerencsére igen, több van ezek szerint használható. Azért ott is vannak nyilván nagyon jó játékosok, akik talán épp a rendszerben, a csapatban találják meg a helyüket, és mondjuk valóban 10 külföldi mellett máshol nehezen férnek be, de azért jó játékosok. Az pedig én szerintem egészen egyedülálló, talán európai viszonylatban is, hogy egy klub rendszeresen gólkirályt ad, de mindig mást. Tehát az, hogy Magyarországon most már az utóbbi években folyamatosan Paksról jön a gólkirály, aki volt Böde, aki volt Ádám Martin, aki volt még Simon, még sokkal korábban Nikolic a Holt versenyben, és most már legutóbb ugye Varga Barnabás, tehát hogy 4-5 gólkirályt ad egy klub úgy, hogy ezek rendre aztán elmennek a klubtól, és jön helyettük valaki más. Ez azt mutatja, hogy ebben a csapatban tényleg lehet támadó focit játszani. Az más kérdés, hogy talán a mezőny kritikája is, hogy ez a kompromisszum nélküli támadó foci ennyire hatékony tud lenni, és nem bünteti meg mondjuk a gyengébb védekezését az ellenfél. Kicsit ironikusan, hogyha azt mondjuk, hogy mekkora igazságot mondott, és milyen igaza volt azoknak, akik azt mondták, hogy nekünk majd nem a Fradival kell versenyezni. Hát már egy fél év után kiderült, hogy tényleg nem. Pakssal kell versenyezni, most csak így egy félig viccesen, de van benne igazság, megjegyzem. Úgyhogy igen, amit már elmondtam, biztos, hogy nagyon nagy jelentősége lesz ennek a mérkőzésnek.
most mondjuk azt, hogy muszáj nyerni, de akkor is csak harmadikak leszünk, viszont mégiscsak nyugodtabban alszik utána az ember. Hát szerintem így a mihez tartás véget nem ártana, ugye nyilván a Paks sem verhetetlen. És azért meg... ezt, igen, ne felejtsük el, hogy most jelenleg a Vidi és a Paks között 7 pont van. Ha kikap a Vidi, akkor lesz 10, és még mindig nem a Fradit kell a Vidi mellé tenni és mérni, a Vidinek a Fradihoz magát, hanem a Paks és a Vidi közötti különbség nincs 10 pont, ebben egészen biztos vagyok, és szerintem a szezon végére nem is lesz 10 pont. Ezzel persze nem azt akarom mondani, hogy a Fradit megelőzve majd a Vidi lesz a második és a Paks a bajnok, vagy fordítva, de inkább a Paksot kell nekünk nézni szakmailag és minden szempontból, nem a Ferencvárost. Fradi majd előbb-utóbb behozza a maga kis lemaradását, a maga meccseit meghozza, behúzza. Nyilván most a végén nem lesz majd 15-16 pontnyi előnye, amiből le tud lazázni a végén 10-et. Kaparniuk kell, nincs mese, kicsit ezt az őszt talán el is taktikázták, kicsit majd lesz olyan szurkoló, főleg fradista, aki azt fogja mondani, hogy miért cserélték le a Stankovicsra a jól működő 10 meccsből 9-et megnyerő Máté Csabát és a többi, de mindegy, most nem fradizunk, mert nem ez a dolgunk, hanem azt akartam érzékeltetni, hogy még mindig a Vidi és a Paks közötti távolság az, ami mérvadó, és ezen a meccsen szerintem a Vidinek bőven van és lesz esélye győzni, hiszen tudjuk, hogy a Paks pontosan hasonló flóban lévő csapat, mint a Vidi, csak éppen egy picit még jobban. Hát csak a Paksok egyébként a helyzet kihasználása, a Paksnak a helyzet kihasználása azért összehasonlítatlanul jobb, mint a mezőkövesdé, amely abszolút nem a Vidi ellen vesztett először. Hát egy olyan meccset. Önbizalom, tehát ami most igen, nagyon kell, mentálisan. Úgyhogy én szerintem itt a védelemre azért nagyon komoly teher fog hárulni, onnan ugye most Serafimova a sárga lapjai miatt kiesik, tehát ott azért ráadásul lesz egy kis deficit. 4-3 ide, nekem ez teljesen jó. Legyen tényleg egy ilyen jó, izgalmas. Pont a mai napon dobta fel egyébként a Facebook nekem az emléket, hogy napra pontosan ma 8 éve búcsúztunk a régi Sóstói stadiontól, mégpedig egy Paks elleni mérkőzéssel, ami 1-0-ás győzelmet hozott Géresi Krisztián első NB1-es góljával. Úgyhogy ez egy nagyon sok szempontból szép emlék, főleg azoknak, akik rengeteget jártak a régi stadionba. Hát most már itt van ez az új, lehet az évet búcsúztatni, akkor most esetleg egy hasonló győzelemmel is. Még egy dolgot akartam a focihoz mondani, már csak azért is, mert itt van azért a Premier League-et követő kolléga, hogy valóban nem feltétlenül jó játékkal nyeri meg a jó csapat a mérkőzéseit, és akkor legyen mondjuk a Liverpool a Fehérvár példája, amely ugye sorozatban a Fulham, a Sheffield és a Crystal Palace ellen ilyen kötelező mérkőzéseket szenvedett végig jelentősen, úgyhogy olykor a végén kellett fordítani és úgy ünnepelni a győzelmet, mintha már a bajnokságot nyerték volna meg. Ezek szerint a legnagyobbakkal is megesik az ilyesmi. És akkor Zselák pedig legyen a fehérvári Klopp, ugye? Igen, igen. És a United nem lesz gond. United-ot kegyeleti okokból akkor nem emlegetjük most Szilárd. Ennyi, hát. Ők nem azt mutatják meg, hogy lehet rossz játékkal nyerni, hanem hogy lehet rossz játékkal megnyert meccs után még rosszabbat kikapni adott esetben. Folyamatosan azt mondom, hogy ennél már rosszabb nem lehet. Tehát a hullámvölgy az hullámvölgy, így nem már csak jobb lehet. Majd egyszer valamikor jövőre. Kicsit nagyon meredekek ezek a hullámhegyek és völgyek. Na de akkor térjünk rá a másik csapatra, amely tényleg nagyon sok örömet okoz nekünk, és... ott azért már jóval többről van szó, mint arról, hogy elkaptak egy jó hullámot, vagy most éppen jó sorozatban van a Hidro Fehérvár AV19. Talán szezon elején még gondolhattuk ezt. Az elmúlt évek mindig azt mutatták, hogy tényleg ilyen szakaszosan működik a csapat. 2-3 vereség, egy negatív széria, utána jön 4-5 győzelem, aztán megint 8-10 rosszabb meccs, és aztán a végén, hogy éppen hol tartunk most, hogy a végén a magas helyen fejezi be a csapat az alapszakaszt, és bejut a rájátszásba, vagy lent. Nem tudom, mióta egyértelmű, és mi által lehet megfogni az okait, hogy az idei volán folyamatosan tud magas színvonalon teljesíteni. Az osztrák liga első helyén állva ezt azért már nem lehet véletlennek betudni. Főleg tényleg úgy, hogy az elmúlt hetekben, műsor előtt is beszéltük, hogy hihetetlen mennyi hiányzója van a csapatnak, és ez nagyon jól jön, ez a válogatott szünet, ez a bő egy hét, vagy talán egy-ketten felépülnek, összeszedik magukat, mert hogy a hátvéd poszton nagyjából 4 vagy 5 egészséges back maradt, ami hát nagyon kevés, és úgy, hogy ebben már a Falus Ádám is benne van, ugye, aki alapvetően a FEA 19 játékosa, tehát hogy egy kicsit rossznak tűnik a helyzet, és mégis ebben a elmúlt 5-6 mérkőzésen ilyen volt a helyzet, és mégis ebből a sorozatból 5 győzelemmel kijött a csapat. Nem is mindig
teljesen patikán játszva, de tényleg küzdöttek, és ott is amúgy megfigyelhető, hogy az utolsó harmadban dönti elrendre a csapat a dolgot. Tehát itt is erőlétileg meg koncentrációban nagyon-nagyon ott van Kis Dávid együttese. Fejben egyértelmű, hogy ez a csapat ez nagyon ott van, és ez kellett a Dávid, az edző, aki ugye most már tudjuk, hogy jövőre mindenképpen edző lett volna, ha maradt Konstantin, kitölti a szerződését, de hát tudjuk, hogy Konstantin lelépett, akivel ugye most ez a bohózatszerű állapot van itt, hogy most lehet edző, vagy nem lehet edző, vagy lehet-e hivatalos személy Csíkszeredában, vagy nem, de nem is érdekes, ez legyen az ő problémája. Hagyott itt egy olyan csapatot, egy olyan jó magot, akit a Kis Dávid nagyon jól tud kezelni, és az öltözőben nyilván egészen más a hangulat, mint volt korábban, és ez a jégen is kijön. Persze de van egy-két lazább meccs, amikor azért azt lehetett mondani, hogy elnyelni, oda kell koppintani a fejükre, megtette, mondjuk a Klagenfurt elleni nagyon, nagyon keményen elúszott meccs volt, másnap megjött a győzelem utána. Tehát ezzel így most rendben is vagyunk. Egy-két olyan vereség volt, amihez mondjuk az előző szezonokban hozzászoktunk, hogy több is becsúszik, és ezt is már sokszor elmondtuk, hogy különös ereje a csapatnak, hogy minden vereség után győzni tud a következőn, tehát talán nem is volt, még a szezon elején volt talán, hogy két vereség egymás után, mindegyik egy győzelem követi, olykor zsinórban. Én tényleg nem tudom megfogni, hogy mi az, ami által ez a csapat most ennyivel jobb vagy eredményesebb, mint az előzőek, mert itt azért az ellenfelekhez is kell viszonyítani. Tudjuk, mert megint horoglaszit mondom, amikor itt van, sokszor elmondja, hogy a Covid időszak alatt ugye azért az osztrák klubok is máshogy viszonyultak hozzá, beesett a költségvetés, szerényebbek voltak a célok, de ez most már elmúlt, visszajöttek. Megint látjuk, hogy milyen erős az Salzburg, látjuk, hogy akár máshonnan meglepő módon milyen jó csapatok tudnak feljönni, és ezekkel tartja a lépés, sőt, jár előttük a Volán, amire szerintem senki józan számítás szerint nem gondolhatott. Hát itt biztos, hogy csak fejben dőltek el a dolgok, mert annyival jobban hirtelen nem tudnak okizni a srácok. Én arra gondoltam esetleg, hogy ugye a edzővel, aki csúnyán itt hagyott minket, volt elvárás, és jöttek az eredmények. Most viszont nincs elvárás, és jönnek az eredmények, remélem érződik az, hogy ilyenkor nyugodtabb kell, hogy legyen a légkör, tehát az eredmények is relevánsabban jöhetnek egy nyugodtabb háttérrel. Hát gondolom, akkor versenyző típusokban is azért jól áll ez a csapat, hiszen jó reagált valóban a különleges történésre ugye a nyáron, jó reagált gyakorlatilag minden kihívásra, így most arra is, hogy már lassan alig van járóképes hátvéd a keretben. Igen, még Orván Domának be kell állni a Becknek. Ugye, igazából tényleg, ha megnézzük az osztrák csapatokat, a Bécs szerepek saját magához képest nagyon rosszul, de a Linz ott van az elejében, a Salzburg ott van az elejében. Hát a Klagenfurt az hetesével lövi nekünk a gólokat. A Klagenfurt a Salzburgot is elverte egyszer, amikor most minket... Most ez a két csapat kiemelkedik egyébként tehát, összességében, hogy, a Klagenfurt és hogy, a hogy ez eszméletlen, tehát ott vannak az osztrák csapatok, és mégis a Volán is ott tud lenni, és ez szerintem nagyon nagy szó. Talán az évek óta épülő stabil mag, ugye a Furniékenvel is már évek óta itt játszik, a magyarok közül is nagyon sokan. Talán ez lehet a titok nyitja, meg ugye nyilván a kémia és a kohézió az edzői stábban nagyon jó eddig. Aztán meglátjuk, hogy jönnek vissza a sérültek, még ott lesz egy nehéz időszak. Mert ugye januárban talán minden hátvéd újra bevethető lesz jó esetben, de ugye ott meg a hátvédeknek formába és játékba kell lendülni, mondjuk másfél-két hónap után. Úgyhogy még az egy nagyon nagy kihívás lesz az edzői stábnak, hogy ott ugyanúgy éljenek az eredmények. És hát tudjuk, hogy sok van még hátra az alapszakaszból is, de azért nem mindegy, hogy ilyenkor december elején a most következő ünnepi, sűrű, meg évelei sűrű program előtt hol áll a csapat, hiszen most már azért van annyi pont, amivel bátran lehet tervezni. Tehát nem hiszem, hogy bárkiben kétség lenne, hogy a Volán ott lesz a rájátszásban. Nagyon jó eséllyel ellenfelet is választhat majd, legalábbis a mostani állás szerint, és hát bízunk benne, hogy ebben olyan nagy hullámzás vagy változás már nem lesz. Ugyanakkor az elvárásokkal meg egyre jobban meg kell majd küzdeni. Erről is sokszor beszéltük, és az érdekel esetleg, hogy mennyire látod most, hogy a szurkolók lélektan, ahogy alakul, azt tudjuk a fehérvári közönségről, hogy azért elképesztő támogatást ad a csapatnak, tényleg itt minden vendégcsapat elmondja, hogy iszonyatosan nehéz játszani a Volán katlanában. Csak éppen egy ilyen sorozat közben becsúszik egy vereség, és már jönnek a hangok, hogy na most akkor mi van, meg hogy van. Tehát, hogy itt azért mindig nagyon igényes volt ez a közönség, fogalmazzunk így.
Hát szerintem titkon már mindenki reménykedik egy olyasmi forgatókönyvben, mint ami 2 évvel ezelőtt volt, ugye, amikor döntőig menetelt a Fehérvár. Tényleg nagyon fontos lesz itt ez a januári időszak, hogy itt a sok sérültel, felépülőkkel ebből hogyan jön ki a csapat. Ott tud maradni az első 4 környékénben, inkább első 4-ben, inkább úgy fogalmaznék, akkor tényleg lehet merészebb célokat kitűzni. Itt még az lesz még egy kérdés, hogy az osztrák klubok január-februárban kicsit a csapat nélküli nagyobb ágyukból tudnak igazolgatni. Azért ezt láttuk az alapszakasz vége felé. Ugye a Fehérvárnál nem feltétlenül ugye azért adottak az anyagi lehetőségek, hogy 2-3 kiváló minőségű csatát akkor még leakasztunk a szögről, és akkor berakjuk őket még a 3. sorba. Ugye még ott lesz kérdéses, hogy a kicsit erősítő osztrák csapatok mellett is versenyképes tudjon majd maradni a csapat. És hát, hogy milyen lesz a kicsengése majd a szezonnak, de erről nyilván rengeteget fogunk még majd beszélni akkor, amikor történnek a dolgok. Tudjuk, hogy akkor kell átmenni a hídon, amikor odaérünk, csak hogy előre gondolkozva, hogy jövőre költözik az új impozáns és tényleg fantasztikusak ígérkező arénába a csapat. Hát nem akármilyen svunggal lehetne annak neki indulni egy ilyen szezonnak egy új környezetben, hogyha előtte mondjuk valami egészen kiváló eredmény futnak ki. Máshogy mennének be a nézők, de nyilván óriási ünnepi jutalom lenne tulajdonképpen az új csarnok is akkor a csapatnak, meg a szurkolóinak. Igen, itt érdekes kérdés lesz, hogy mit fog majd jelenteni az új csarnok. Ugye nyilván egy új helyet, ahogy már sokszor mondtuk, meg kell szokni, be kell lakni, és ebbe a szurkolóknak lesz óriási szerepe. Viszont ott nagyon kell vigyázni, mert nem fogjuk sokkal jobban ismerni azt a csarnokot az első néhány mérkőzésen, mint az ellenfelek, akik ide jönnek. Mondhatni semennyivel, szinte legalábbis meccshelyzetben biztos, igen, hogy nem. 2 mondatot beszéljünk azért a fiatalokról, is említette már úgyis Zsombi, hogy ugye volt a FEHA csapatából, akit át kellett rendelni, és hát megállja a helyét. Ugyanakkor a maguk ligájában is játszanak. Láttuk, hogy tavaly, a tavalyi szezon igazolta, hogy átkerülni a felnőtt hokiba, akár a magyar bajnokságba is, azért az egy nagyon nagy és komoly lépcsőfok. Viszont voltak azért, főleg ugye a rájátszásban bravúras eredmények, most pedig nekem úgy tűnik, hogy így az alapszakaszban is időnként azért meg tudja mutatni a karakterét a csapat. Igen, ezt egyértelmű. A Csollák, Falus, Ambrus Csongor is nagyon jól felvette a fonalat. Nem mindig látszódnak ez pontokba, bár Falus esetében azért gólokban és pontokban is ez megmutatkozik. Ugye Ján Blaskó is bemutatkozott a nagyok között, úgyhogy tényleg az a fehérvári piramis, amit mindig emlegetünk, hogy akkor az akadémia, akkor a FEHA 19, Erste Ligás és a vonát, ez úgy néz ki, hogy megint működik, bár a hátvédek fogyóban. És az ellenfelek vesznek minket egyre komolyabban, és ez akár látszódik a Csollák Márkó sérülésénél is, ugye most a Pusztertál ellen, akkor a korong nem volt ott, és ugye az ellenfele lebirkózta, és úgy birkózta le egy ilyen 2-iponos dobással nagyjából, hogy a fejét belevert a jégbe, amiért összvisz egy meccset kapott, ami szerintem felháborító, ugye a mozdulatsort így visszanézve. Tehát ugye erre nagyon kell vigyáznunk, hogy most nagyon komolyan vesznek minket a csapatok, a bírók kezdik hozni a szokásos formát, tehát nem nagyon nekünk fújnak, finoman fogalmazva, és ezekre a szabálytalanságokra figyelni kell, mert utaznak ránk az ellenfelek, tehát ez látszódik, hogy próbálnak kizökkenteni minket, és akár a Klagenfurt esetében látszódott is, hogy ez eredményre vezetett, mert első harmadban egy olyan vértívó Klagenfurt jött ki, olyan agresszív játékstílusa, amit próbálta a csapat lereagálni egy-két bunyó kíséretébe is, de hogy összességében a kacs jött ki belőle jobban, mert kizökkentettek minket a komfortzónából, és akkor onnantól fogva meg már úgy alakult a meccs, hogy az osztrákok akarták. És hát nagyon jól tudjuk, hogy ez egy valid dolog és taktika, hogy adott esetben kis piszkosságokkal próbáljon egy csapat valakit kizökkenteni. Nyilván le fogja tudni ezt is reagálni majd hosszabb távon a volán, vagy hát nagyon reménykedjünk benne. Hát aztán volt olyan csapat is ugye itt a hétvégén, amelynek gyakorlatilag úgy tűnt, hogy simán folytatni tudja a remek sorozatát. A kosárlabdázók Debrecenben az utolsó negyedet 10 pont előnnyel kezdték, sőt még azon belül is vezettek 10-zel. Csak 11 is, azt hiszem. Szerintem a Debrecen sem tudja, hogy tudta megnyerni ezt a mérkőzést, nem feltétlenül azért, mert nem tettek meg mindent. Ami nekem nagyon úgy tűnt, hogy azért ehhez az Alba váratlan leolvadása kellett, hogy
ebből egy hosszabbítás és aztán egy vereség legyen. Hát egyrészt Drenovácot nem tudta az Alba kulcspillanatokban semlegesíteni, hiszen olyan pontokat szerzett a végén, vagy dobta be három büntetőt akkor, amikor nagyon kellett az első, tehát a rendes játékidő végén, amire utána aztán a Volya nem tudott válaszolni, volt még egy dobási lehetősége, majd a hosszabbítás végén meg a Barnett hagyott ki az egyik büntetőjéből egyet, és ott már nem volt idő sem, tehát gyakorlatilag... Jött volna egy második hosszabbítása bedobja, mert maximum, igen, de hát akkor volna. Még menthető lett volna a meccs. Én azt gondolom, hogy 10, sőt szerintem mondom, volt ott 11 is, de most tök mindegy, tehát 10 pontos előnyt az utolsó 10 percen belül egy ilyen szintű csapatnak hazai szinten, mint az Alba meg kellett volna fognia ezt a meccset. Mint ahogy általában szokta is, hát van ez így, ez most kellemetlenül jött, de szerintem ez egy kicsi inspirációt is ad most majd a srácoknak, hogy még jobban tegyék oda magukat, és tessék előre menni. A következő 9-es győzelmi sorozatig, vagy 10-esig rendben leszünk így. Hát az alapszakasz első felét mindenképpen parádés mérleggel zárja az Alba, abszolút. Ugye jelenleg 2 veressége van és 12 meccse, és van még egy hátra az Zalaegerszeg ellen hazai pályán, itt azért erősen esélyesnek számít az Alba. Ugyanakkor a legutóbbi meccseket nézve, az látszik, hogy idegenben és a keret szűkösségéből adódó problémákkal szembesülve azért lehetnek nehézségek. Ha pedig azt nézzük, hogy a Falkó a legutóbbi 3 meccsét az Alba, a Szolnok és az Zalaegerszeg ellen játszva ilyen átlag 15 ponttal nyerte meg, nekünk egy kicsit még jobban oda vert ráadásul. Talán az a reálisabb, hogy az Albának ezt a második helyet kellene próbálnia tartania a Szolnokkal, illetve a mögötte lévő csapatokkal szemben. Igen, leginkább most saját magunkkal kell versenyezni abban a tekintetben, hogy mégiscsak mi voltunk idáig a domináns csapat, mi vezettük ugye a bajnokságot. Nincs akkora probléma szerintem abból, hogy most másodikak vagyunk, de nem szabad, tehát még ennyire se szabad kiengedni. Tehát az utolsó 10 perc és az, hogy 10-ről elvesztettük a meccset, ez most egy kihozanító pofonnak kell lenni, hogy igen, nagyon jók vagyunk, igen, nagyon jól csináljuk, de ez ilyen nüanszokon is múlhat, és ez sokat befolyásolhat majd a döntő mérkőzéseken is, ha nagyon-nagyon előre akarunk szaladni. Én azt hiszem, hogy egy kicsit a Falkóval kell majd versenyeznünk, és inkább saját magunkkal, mint a többi csapattal. Meglátjuk, van még hátra az adásidőnkből egy 8 perc körülbelül. Azt gondoltam, hogy beszéljünk egy kicsit egy olyan témáról, aminek nincs közvetlen fehérvári érintettsége, bár azért, ha akarjuk, persze találunk, de gondolom ti is néztétek, és ez a női kézilabda Európa-bajnokság, amelyen, illetve világbajnokság, amelyen 10. helyen végzett a magyar válogatott. Szerintem, ha ezt kimondjuk önmagában, hogy a magyar női kézilabda válogatott 10. lett a VB-n, akkor előzőleg senki nem verte volna a fenekét a földhöz a boldogságtól. Vannak azért nekünk olyan kézilabda hagyományaink, még ha a legközelebbi múltban már nem is ennyire sikeresek, ami alapján nem egy nagy ünnep ez a 10. hely. Most mégis azt tapasztalom a szakportálokat nézve, hogy gyakorlatilag, mintha egy olimpiát nyertünk volna, úgy ünnepli a válogatottat a sajtó, azért, mert tegnap a horvátokat 6 gólos hátrányból felállva sikerült megverni, ami egyébként önmagában valóban egy remek eredmény, főleg az adott mérkőzésen mutatott teljesítményhez képest. És hát ezzel megvan az olimpiai selejtező esélye. Én azt gondolom, hogy ez mindenek alfája, omegája. Az olimpia az még mai napig a Magyarországon, meg a magyar sportban olyan hívó szó, hogy gyakorlatilag ilyen tragédiákat élünk meg, hogyha nincs ott egy csapat, vagy egy versenyző. Most még erre megmaradt az esély. De önmagában megmondom őszintén, nekem az, ahogy ez a csapat játszott, ahogy kinézett, amilyen meccseket játszott, hát én nem tudom azért feltöltőtlenül ünnepelni azt, hogy lesz esélyünk kijutni az olimpiára. Semmiképpen sem. Igaz, hogy nem ma volt, hanem 20 éve, de dolgoztam pár évet vezetőként kézilabdában, és azért elég jól ismerem a női kézilabdás lányok gondolkodásmódját, a fejüket fogalmazunk így. Ott vannak egyébként a problémák. Most nehogy bárki azzal vádoljon, hogy bántom őket, csak ők egy kicsit máshogy reagálnak éles szituációban is, bizonyos döntési helyzetekben is dolgokra, kicsit pánikosabban, mint a fiúk, kicsit érdekesebben. A magyar... Érzelem vezérelt. Igen, a magyar női kézilabdánál pedig ugye ott van az érdekes faktor is, hogy elaltatjuk magunkat azzal, hogy U17-18-20 jönnek a korosztályos világbajnoki és Európa bajnoki címek, és utána, hát majd akkor ők majd felnőttben is hasítanak, de nem. Én nem tudom megmondani azt kívülről most főleg, hogy miért van ez így.
beszélgetve szakemberekkel, volt kollégákkal, meg olyanokkal, akik nem voltak kollégák, de értenek hozzá, ők azt mondják, hogy a legnagyobb baj az, hogy azon felül, hogy elhiszik ezek a lányok, és senki nem mondja nekik, hogy azért még ne együk ilyen forran ezt a kását, hogy ők ilyen jók. Másrészt más, tehát Norvégiában, Dániában, az északiaknál mindig persze velük példálozunk, és sokak számára ez már visszatetsző, de nem lehet más sem, mert ők a legeredményesebbek, illetve a franciák. Szóval náluk nem az a fontos, hogy legyél bajnok 15 éves korban 16, tehát nem az eredménycentrikusságot nevelik bele a lányokba, a tini korukban, hanem az, hogy játszanak, megtanulják a kézilabda alapjait, és nagyon jók legyenek mentálisan és erőllétileg, és ezt látjuk is az olimpiákon, VB-ken kijönni. Most összességében véve ez a VB, ez tragikus volt. Tehát mondjuk, ez borzasztó volt, amit játszott a magyar válogatott. Az pedig, hogy most ünneplünk egy tizedik helyet úgy, hogy egy horvát válogatottat le tudtunk győzni egy góllal, egy olyan válogatottat, amelyet mondjuk 10-20 évvel ezelőtt 10-15-tel vertünk. Hát nem kell ilyen messzire menni, ez a horvát válogatott Szenegált nem győzte le a világbajnokságon. Van, tehát azzal a Szenegállal, aki nekünk ugye a két afrikai ellenfélből az egyik hálás alanyunk volt, szóval a horvátok nem bírtak. Nincs mit ünnepelni. Na, maradjunk ennyiben, nagyon nincs mit ünnepelni, és még így is van egy óriási mázlink, mert egy olyan ágra, egy olyan csoportba kerülünk az olimpiai selejtezőn, ahol Kamerun, Japán, meg valamilyen európai válogatott jön még, és ketten kijutnak a négyből. Hát Japán ne becsüljük le azért, nem, ők a dánokat elkapták ezen a világbajnokságon. Meg hát eleve az a legnagyobb tragédiája a magyar kézilabdának, hogy mindig, amikor úgy megyünk neki, hogy jó, hát megúsztunk egy veszélyt, most már akkor innentől milyen jó, és akkor hirtelen kapjuk a következő pofont. Igen. Tehát én azért még nem látom az olimpián feltétlenül ezt a csapatot, de természetesen szurkolunk neki. Hát ezek után ott kell lenni, csak hogy mire megyünk az olimpián, és majd nem tudom. Az jutott eszembe egyébként erről, amit mondta, hogy valóban a nevelésnek a kérdése a sportban mindig az, hogy felnőtt sportolóként hogyan készítjük fel a fiatalokat, a felnőtt sportolónak hogyan készítjük fel, és milyen kihívásoknak fognak megfelelni. Nyilván ez egy egyéni sportágban más, mint egy csapatsportban, de mondjuk teniszben is vannak junior Grand Slam bajnokaink, meg mindenféle nagy versenyeket nyerő játékosaink, aztán tudjuk, hogy felnőtt szinten ez már kicsit más kávéház. És most ezt látom a kézilabdában is, ami csapatsportként annyival könnyebb, hogy ott egymást segíthetik, meg egy jó edző, egy jó csapat, egy jó taktika azért nagyon sokat számíthat. De ezzel együtt mondom, hogy számomra, és nem azért, mert mi világbajnoki döntőt, meg olimpiai döntőt vesztettünk el 6-8 gólról, tehát tudom, hogy más a mérce nekünk, akik már akkor is szurkoltunk, de azért abban reménykedik az ember mindig, hogy ha már ennyi pénz van benne, ha már ilyen támogatást kapok kézilabda, és ha már ilyen nagyok voltunk valamikor, akkor ne azért kelljen már izgulni, hogy most akkor Kamerun ellen, vagy Japán ellen, hogy kijutunk-e az olimpiára. Nekem ez volt egyébként az első gondolatom, amit ti mondtatok nekem is, hogy nagyon nem volt egy szerencsés VB, mondjuk ezt finoman fogalmazva. És aztán pedig, hogy nyerjünk a horvátok ellen, nekem az volt az első gondolatom, mint jó néhány évvel ezelőtt, és ezt most már boldogan mondom a magyar foci válogatott kapcsán, amikor így elő kellett venni a papírt, meg a tollat, meg a ceruzát, és akkor nagy matekozásokba kellett kezdeni, hogy akkor ezt most, hogy is lehetne megoldani ezt az egyenletet, úgyhogy a végén a mi számításaink jöjjenek ki, vagy legyenek helyesek. Úgyhogy hát tehát nem. Nem lehet azt mondani, hogy ez egy nagyon pozitív eredmény. Hát, hogy, ha itt lenne Kajzer Tomi, nyilván annyit elmondan azért a kézilabda védelmében, hogy sokat változott és fejlődött ez a sportág. Biztos, hogy erősebbek ma már a riválisok, hogy több csapat ellen kell helytállni. Én azt látom, hogy azért alapvetően, akikről Balázs beszélt, a skandinávok, a franciák, közben feljöttek a hollandok a semmiből világbajnoki szintre, tehát hogy vannak országok, akik vagy tartják a szintet, vagy fejlődnek egyértelműen, és ezekkel, mintha mi nem tartanánk úgy a lépést. De hát majd kiderül, mert ugyanakkor, ha végül is sikerül kijutni egy olimpiára, hogy az is ilyen közhelyű, ott már szinte könnyebb jobban szerepelni, mint egy ilyen EB-n vagy VB-n, mert hát ugye a területi elv miatt azért hígabb a mezőny. Úgyhogy még akár az is lehet, hogy ott jön ki a lépés. Meg talán a klubcsapatokkal kicsit olyan árnyképet kapunk, mert ugye azt látjuk, hogy férfi és női vonalon is azért a Győr, Fradi a nőknél, férfiaknál pedig a Szeged és a Veszprém ott van a világ elitjében, négyes döntő közeli, vagy négyes döntőben szerepelnek, csak ha megnézzük, hogy hány magyar húzóember van bármelyik csapatnál, nagyjából a nullával egyenlő, vagy mondjuk egy-kettő, aki úgy 2-3 percnél többet kap. És talán ez a probléma, hogy akik U20-ba, juniorba aranyérmeket nyernek nemzetközi szinten EB-VB-t,
azok egyszerűen ezekben a csapatokhoz nem férnek oda. A légiósok meg nyilván ott az eredménykényszer, szponzorok, ezt lehetne napestig sorolni ezeket az okokat. És a többi csapatban meg nincs olyan szintű talán szakmai munka, meg talán sikerélmény, amiből ezt a sikert, hogy mondjuk VB-t nyertek a gyermét, ezt tovább tudná magába. Hát vagy olyan játékos anyag, és itt jövünk vissza ugye a párhuzamra a kosárlabdába, hogy van az a kevés jó játékos, abban két-három klubba koncentrálódik, vagy egybe adott esetben, a többi pedig nem tud ezen a szinten, de legalább valóban a magyar klubok, meg a magyar, hát nem tudom, szponzorok megteremtik a lehetőséget, hogy a világ legjobbja itt játszanak Magyarországon, speciál a magyar játékosokat kiszorítva adott esetben. Nem baj, a lényeg persze az eredmény, ami ezúttal is megvolt, és hát majd szurkolunk akkor, hogy a válogatott a következő akadályt is sikerrel vegye. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Egy adásunk lesz még ebben az évben, a jövő héten, akkor majd talán kicsit így az egész évet tudjuk összegezni, de hát addig még nagy meccsek várnak a csapatainkra, úgyhogy várjuk mi is önöket is ismét. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.